A repülő rajtot vett a meccs előtt vele azonos mutatóval álló Hódmezővásárhely ellen a hazai csapat, a vendégek 17-2 után kezdték el a felzárkózást, de az első negyedet így is 11 ponttal nyerték a kékcápák. A második negyedben újabb 4 pontot faragott hátrányából a vásárhelyi kosársuli, amely a fordulás után tovább kapaszkodott, így a negyedik negyednek már egyenlő állásnál vágtak neki a csapatok. A kosárszegény 10 perc sem hozott döntést, a rendes játékidő 85-85-ös döntetlennel zárult. A hosszabbításban aztán a hazaiak akarata érvényesült, így végül 101-96-ra nyert Csiska János együttese, megszerezve sorozatban 8. bajnoki győzelmét. Igazi rangadót láthatott a közönség, a védekezésünk sajnos nem úgy működött, mint a többi előző mérkőzésen, de nagyon örülök a győzelemnek. Tudtuk, hogy ilyen nehéz mérkőzés, ezt én erősen megtartom ezt a Vásárhelyet jobb csapatnak, mint a Miskolcot. Nyertünk, ez a lényeg. Jól kezdtük, aztán muszáj volt cserélni a csapatot, ugye rotálni, és a padról bejövő játékosok nem tudtak olyan védekezési úgy találni, ami elvárható lett volna, ezért feljött az ellenfél, talán vérszemet kapott, és utána már regál mérkőzés volt. Váltogattuk a védekezést, annak örülök, hogy végig tudtunk koncentrálni, és erővel végig bírtuk még a hosszabbítást is. A vendégek edzője érthetően csalódott volt a vereség miatt. Utasi Gábor elmondta, hogy szerinte mi döntött a nyíregyházi csapat javára. Talán a hazai pálya. Itthon biztosabban bedobták azt a két triplát a hosszabbításba, illetve nekik talán jobban jöttek ki ebből a fajta játékból, vagy játékvezetésből, mert a játékvezetők eléggé engedték a kemény játékot, a sokszor már talán durvaságba menő játékot, nagyon kevésszer fújtak, és talán ebből mi rosszabbul jöttünk ki. Persze mindig a vesztes csapat edzője ezt mondja, ha fordítva lenne, akkor valószínűleg a Siska kollégám mondaná ugyanezt, így alakult. A mérkőzésen 20 pontig jutó Cura Attila 8 pontot a hosszabbításban szerzett. A játékos örült a győzelemnek, de azt sajnálta, hogy a jó kezdés után engedték felzárkózni ellenfelüket. Egész héten így készültünk, hogy nagyon szoros meccset fogunk játszani, hiszen a Hódmezővásárhelynek egy nagyon jó kerete van, és tényleg erre számítottunk. Viszont azt sajnálom, hogy az első negyedet azt ennyire elengedtük, mert igazából saját magunknak nehezítettük meg a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Eger Budapesti Honvéd 48-61, Salgótarján Debrecen 83-81, Mavsz 2 Békés 76-89, Nagykőrös Miskolc 73-95 és Tiszaújváros Óbudai Kaszások 93-90. A tabella élén a Debrecen áll 16 győzelemmel és 5 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Miskolcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 15-6-os mutatóval a harmadik helyen várja az alapszakasz utolsó meccsét, amelyen Nagykőrösön lép pályára.